Szia, Edit, üdvözöllek itt a virtuális Ja. tévéstúdióban, ugye hát a Zoom alkalmazásban, és vágjunk bele a beszélgetésbe. Hát érdekes a kezdés, mert mondtad nekem, hogy nem is az a sok, hogy 15 éve, nem is az az igazán nagy szám, hogy 15 éve üzzed a Forevert, hanem hogy ez a munkába töltött éveidnek az egyharmada, tehát tulajdonképpen jövőre bár nem látszik, és ez nem csak udvariasság, de jövőre nyugdíjba mehetnél. De ehhez képest neked komoly terveid vannak, nem az, hogy visszavonulj. Na nézzük meg ezeket. Szia Tamás, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást, hogy itt beszélgethetünk az online térben, és szeretettel üdvözlöm a nézőket is. És valóban éppen ennek apropóján gondoltam át, hogy a 15. évemet kezdtem el a Foreverben, hogy mennyire megéri kitartani, hogy mennyire megéri a nehéz időszakokon is átmenni, és azért ez egy jelentős idő az aktív életidőmből, aminek egyetlen percét sem bántam meg. Most éppen a Forever havilapban volt lehetőségem néhány mondatban elmondani ezt az összefoglalót a múltamról, a Forever múltamról, és azt, hogy mi az, ami engem motivál arra, hogy igazából most már csak ezt választottam projektnek. Mondjuk az ember életében nem nagyon lehet, tudod, annyit váltogatni, meg ugrálgatni, hogy most ez leszek, utána meg az leszek, hanem van egy elég jól kijelölt irány minden ember életébe, hogy mi az, amit szeretne elérni, és mi az, ami felé halad. Itt ez egy nagyon jó pálya ahhoz, hogy mindenki felépítse azt az énjét, azt az identitását, amivel mindig is szeretett volna válni. Azaz legyen valódi. Hát pontosan ez az, amit képviselünk az üzletben, hogy mindenki lehet az, aki lenni akar, és ez az, ami engem itt tart, hogy lehetek az, aki vagyok. És ez a folyamatos üzletfejlődés és fejlesztés, ahogy dolgozunk az új partnereinkkel és a régiekkel, ez engem lenyűgöz pszichológiai szempontból is, mert látva a fejlődést, látva, hogy ki honnan indult és hová érkezik, ez egy igazi gyönyörűség és egy kánaán számomra ebben az üzletben. Hát ez azért is érdekes, hogy ezt mondod, mert ugye neked tulajdonképpen a pszichológia szakmába vág, és az jutott még eszembe közben, hogy mondtad, hogy te neked nem, tehát sok minden, mert biztos van olyan, aki azért fordul emelem felé, mert valami másféle vállalkozása nem működött, becsődött, de neked ilyen nagyon jó szakmáid voltak, ha lehet így fogalmazni. Vannak is, és van választási lehetőségem, most is lenne választási lehetőségem, de én a Forevert választom, mert számomra ebben minden benne van, és az, hogy önmagunkat építjük, embereket, családokat építünk, hát ennél szebb dolog nem kell, és tudod, mindenki a munkájától koszorodik, és az, hogy én most beszélhetek arról, hogy érezd magad jobban, néz ki jobban, legyél egészséges, legyen több pénzed, és legyél az, aki lenni akarsz, hát kell lennél több, tehát önmagában egy gyógyító történet, és én nagyon hálás vagyok a Forevernek. Most ugye, ahogy telnek az évek, egyre jobban, elsősorban ugye az egészségem, mert ahogy mondtad is, hát jövőre már nyugdíjba mehetnék. Igazából az, hogy én nem voltam beteg, meg nem vagyok beteg, és az egészségmegőrzés a fő projekt, ez azért most már többeknek feltűnik, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Konkrétan a házi orvosomnak is, akivel ugye most megcsináltuk a jogosítványomnak a megújítását, és ő azt hitte, hogy én már máshova vagyok beregisztrálva, mert nem hitte el, hogy igazából semmilyen gyógyszert nem
eszem, és azt mondja, hogy kicsi vérnyomás csökkentő, hogy egy kicsi vérnyomás csökkentőt sem. Köszönöm szépen, jól vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok annak, hogy meg tudom őrizni az egészségemet minőségi étrendkiegészítőkkel. Hát meg azt hiszem, hogy ez ebben a mentális dolgok is szerintem mindenféle fogyasztandó terméknél, gyógyszernél fontosabb a mentális egészség. Tehát aki a helyén van, azt csinálja, amit szeret. Na, de azért kértelek én, hogy említsük meg, hogy korábban te mit tevékenykedtél forever előtt. Honnan van ez a pszichológiai tudás? Forever előtt én gyámhivatal vezető voltam, köztisztviselő voltam sokáig, 27 évig, és aztán ott, mivel gyámügyes voltam, ezért a pszichológia nagyon vonzott, és emberekkel dolgoztam, és akkor így végeztem el az egyetemet, aztán családterapeuta lettem, és aztán Hellingeri családállító, hogy egyre több embernek tudjak segíteni, és akkor a foreverrel kiegészítve, ugye, mert itt ugye az anyagi biztonság az nem egy elhanyagolandó kérdés az emberek életében, ami fontos az egészséghez. Ez így egyben mindent a foreverben találtam meg. És ami az én fő projektem, az a nyugdíj helyett jogdíj, tudod, ez a 40 éves nyugdíj projekt helyett én azt mondtam, hogy a jogdíjakat teszem a fókuszomban, és ez az, amit tanítok másoknak is, mert ez az igazi több lábon állás és az igazi biztonság, amikor segítünk menedzserré válni embereket, építünk menedzseri csapatokat, és nagyon büszke vagyok arra, hogy évről évre a természetes fejlődési folyamat alapján a csapatban jönnek ki menedzserek, új vezetők, szupervájzorok, asszisztent menedzserek, és valósítják meg a saját céljaikat, álmaikat, mert hát itt ugye mindenki lehet az, aki lenni akar. Ez nekem fontos volt, meg fontos volt a szabadság. Az, hogy ne kelljen 8 órába bemennem dolgozni, és megmondják nekem, hogy mit kell csinálni. Ezt mondjuk meg egész kicsi korom óta rosszul tűrtem, ha megmondták, hogy mit kell csinálnom, és az elvárásokat is rosszul tűrtem. Hát ezért volt a hivatalvezető, hogy te mondd meg, hogy más mit csinálj. Hát, de ott is megmondták, tehát abban a rendszerben ott nem tudsz olyan helyen lenni, ahol nem mondják meg. Tehát nincs az a magasság, ahol mindig van nem, valaki fölötted. Mindig van szőnyeg széle, tehát ez nekem... Éreztem, hogy nem tesz jót az egészségemnek, és azért akartam így szabaddá válni, hogy igazából azt csináljam, amit szeretek csinálni. A tanulás és a tanítás az nekem az életem, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy van rá időm, hogy úgy osztom be az időmet, ahogy én akarom, tudok azzal fogni. Nem, nincs zavaró tényező körülöttem. Az, hogy én a kutyámmal naponta több órát kint tudok lenni a természetben, ezt mikor tudnám megtenni, hogyha ugyanúgy 4 munkahelyen dolgoznék, mint korábban. Nem lenne rá időm. Így meg van, és láttam, hogy te is szereted a természetet, lovagolsz is, tehát ezek fontos dolgok egy ember életében, hogy tudjon rá időt szánni, és ez az, amit szintén megad a forever. Hát most ez az online-nal meg tényleg nagyon... Hát te is a tavalyi évben lettél igazán online, gondolom. Hát évek óta már csináljuk mi az online, de tavaly aztán teljesen. Tehát a tavalyi évben szerintem muszáj volt mindenkinek, és mert ez igazi nagy ajándék, hogy nekünk nem kell azzal küzdeni, hogy nincs munkánk. Igen. De ugye de viszonylag régóta, sőt régóta a senior szintet meglépted, és azt mondtad, ugye, hogy tényleg nem nyugdíj, hanem igazi célok, és hát neked jövőre a Soaring?
Azt mondod, hogy meg lesz? Szerintem az idén már benne van, mert ahogy mondtam, hogy a természetes fejlődési folyamatok, és általában az a tapasztalatom, hogy körülbelül 2 év alatt stabil menedzserré tud válni valaki, és akkor az idén többen is aspirálnak erre, hogy már kijönnének menedzsernek. Tanulunk, dolgozunk, fejlődünk, amivel tudom, segítek mindenkit, de igazából az, hogy menedzserré válik-e valaki, az már a saját döntése, és választása, és tudod, ebben az üzletben mi a választás szabadságát kínáljuk mindenkinek, és úgy néz ki, hogy az idénre választották többen is a csapatból, hogy meglépik a menedzseri szintet. Te is végezetül egy mondatot mondja arról is, hogy te ezt a pszichológiai háttértudásodat, azért ezt megosztod a nagy közönséggel, vagy az FBO-kkal, mert hogy írtál egy könyvet, ami még kapható is a webshopunkon. Igen, most látnyilag nem kapható, de vannak könyvnek honlapja is. Igazából majd újra elérhetővé teszem, de ezt a könyvet azért írtam, hogy mindenki beleláthasson abba, hogy ez az üzleti fejlődés gyakorlatilag egy személyes fejlődési út. Fontos volt nekem, hogy a Tonkemél, ahogy elmondta, hogy itt mindenki önmagát jobb változatát hozhatja létre, hát akkor meg kell nézni, hogy hogyan, és ezzel akartam segíteni, hogy ezt az üzleti pszichológiai könyvet megírtam azokról a fejlődési szakaszokról, amin mindenki keresztül megy, akár egyébként hagyományos vállalkozóként, vagy akár a networkerként végig tud menni, és ez hiszem azt, hogy segítség. Jó. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy a következőt már a Soaring kapcsán ejtjük meg. Igen, nagyon szépen köszönöm én is, és minden jót kívánok mindenkinek, és kívánom azt, hogy egyre többen lássák meg ebben a mi vállalkozásunkban azt a lehetőséget, ami most a mostani időkben egy igazi életmentő lehetőség tud lenni, hogyha valaki nyitott a változásra, és nyitott arra, hogy önmaga jobb életét létre tudja hozni, mert ez egy eszköz hozzá. Köszönöm, Tamás, még egyszer a lehetőséget. Köszönöm szépen, szia-szia!